az MTK legendás játékosa. 329 bajnoki mérkőzés, 182 gól. 75 válogatott mérkőzés, 27 gól. Az aranycsapat jobb szélsője Sándor Károly, az ország csikarja. Sándor Csikar a labdarúgás egyik legkiválóbb játékosa. 1964-ben az Európa válogatott tagja, 1975-től a nemzeti válogatott kapitánya volt. Rendkívüli gyorsasága, mozgékonysága és kimeríthetetlen cselei lehengerelték az ellenfelet. A kisfiútól, ha megkérdezik, hogy mi leszel, ha nagy leszel, mindenki azt mondja, hogy futballista. Károly bácsi, hogy lett futballista? Mindenem a futball volt. Mindenem. És sokkal idősebb játékosok között kezdtem eljátszani, és nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Elsők között megválasztottak. Szerelmes voltam ebbe, pedig nagyobbak voltak. Volt utána egy időre jobbak is voltak, de én szerencsés voltam. Nem volt jobb szélsője az MTK-nak. Az akkor 18 éves Csikart Szegedről ajánlották az MTK ifjúsági edzőjének, aki a sok jelentkezők közül a legendás jobb szélsőt választotta. 182 góljával Hidegkúti Nándor után a második legtöbb gólt lőtte pályafutása során. A rendkívül éles szögből leadott lövés specialistája volt, így a nullszöget ma méltán nevezik Csikarszögnek. Évekig kimaradtam, gyakoroltam egy szöget, egy ekkorát, mert minden kapus ide mozdul, ennyit hagy, és este sötét volt már, de nem volt labdaszedő, ott meg kellett ezt tanulni, csak oda, és erővel, nem, mert másképp kirúgja. És ezt én csináltam évekig, és attól ott maradt rajtam, hogy csikarszög. Az aranycsapat jobb szélsője 1949 és 64 között lépett pályára a nemzet színeiben. 75-szörös válogatottként és a magyar csapat kapitányaként kétszer is szerepelt a világbajnokságon. Kocsis, Hidegkúti, Puskás. A Cibor bal oldalon, Budai a jobb oldalon. Ilyet nem tud senki a világon. Hát tehát öt olyan játékosa volt, ami az a braziloknak se volt soha, az angoloknak se volt soha. Ilyen senkinek soha, amióta ez a népszerű játék van, ilyen szerencsés csapat nem volt. Azt még Sándor Károly sem tudja, honnan van a Csikar becenév. Talán amikor a nézők skandálták keresztnevét. Kar, csikar, 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 csikar. Vagy esetleg a híre, hogy nem volt labda, amelyet nem tudott megszerezni, kicsikarni. Nem az a Sándor mondják, mert abból sok van, a Csikar. Puskás egy zseniális, világszínvonalú játékos. Tudtam, hogy a Lecsót nagyon szereti, és amikor rejtek helyre mentünk egy hétre, az utazás előtt a Margit-szigetre, Lecsó a doktornak az diktálta be. És másnap én is nagyon szeretem a Lecsót. Másnap mindig az kell lenni, amit te mondasz. Legy megint, hát tegnap ettünk. Ha nem tetszik, menj a... Sándor Csikar a legendás futballista, akinek soha nem volt lehetetlen kicsikarni a labdát, elárult a sikere titkát. Nem lehet megállni, nem. Nyerni kell, semmit nem tudtam, azon kívül, mint hogy nyerni akartam. Ennek köszönhetek mindent, hogy olyan szerencsés voltam, hogy futballozni tudtam, és az egész világot bejártam, és annyi barátom van, és szereztem rettenetes sokat, és csak ez volt mindenem, ma is ez az egész életemet befolyásolta. Leteszem a labdát, rúgjon egyet, mint régen. Nem tesz, hiába teszi le, akkor én megfogadtam, hogy én soha többet nem rúgok a labdába. De ez az életem most is. Ennélkül nem tudnék megélni. De aztán újabb remek magyar támadás! Fegyvesi lő! Rallakapus kirti alatt! Sándor lő! Gól!
Gól!